Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. 2021. szeptember 11-e van. A legtöbb embernek erről a 20 évvel ezelőtti terrortámadás jut az eszébe, de semmiképp nem egy szomorú témát szeretnék hozni nektek, hiszen kerékpár túra lesz. Az éles szemű nézőim általában kiszokták szúrni, hogy amikor autóval megyek valahová, az még sötétbe vagy birkadatba szokott történni. Ehhez képest most már, ahogy látjátok, meg is mutatom éppen, hát az túlzás, hogy megy le a nap, sőt nem igaz, mert egyáltalán nem megy le a nap, de ami látszik az, hogy már nem reggel van, hanem délután, és nem is akármennyi, hiszen délután 4:30 van. De tehát akkor mégis mi lesz? Egy BRM teljesítménytúrára tartok éppen, ez az év utolsó BRM túrája, illetve nekem is nagyon esélyes, hogy már az utolsó túrám, illetve az utolsó előtti, vagy már a szezonzáró túra lesz. A kora délután indulásnak az az oka, hogy holnap reggel startol az év utolsó BRM túrája Szerencsről, és az ezelőtti BRM túrámra, a Bükki körre kora hajnalba indultam el, és az a helyzet, hogy megéreztem azt a nagyon korán kelést, illetve a keveset alvást, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy csinálok egy olyat, hogy most előző délután, illetve este fogok elmenni, és akkor ki tudom magam aludni már, amennyire itt az autóba fog sikerülni, ugyanis nem szállásra megyek, hanem maga itt, amit láttok mögöttem, az autónak az utastere lesz a szálloda is egyben. Hát ez az igazi szabadság, így lesz izgalmas az egész film, hát most ettől lesz izgi. Aztán az elmúlt filmben elfelejtettem evőeszközöket, meg mindenféle főző alkalmatosságot hozni. Most ezt bepótoltam, úgyhogy sütni, főzni fogunk itt az este, meg még a reggel is. Per pillanat a 4-es főúton tartok Debrecentől Nyíregyházára, és aki járt már erre, az tudja, hogy vannak lányok, eladók, de nem ez most a lényeg, hanem az, hogy a holnapi túra, a holnapi BRM az év utolsó BRM túrája lesz egyúttal, és 208 km lesz 1500 méter szintemelkedéssel. Ezt próbálom meg holnap abszolválni. Egyébként a szombat délután van és vasárnap lesz a túra. Ezen a hétvégén két darab BRM is van. A mai nap is éppen ebben a pillanatban is zajlik az egyik. Az is 200 pár kilométeres, viszont abban 2500 szint van. Amire én neveztem, az a könnyebb verzió, az 1500 méter szintemelkedéssel számol, és 209 kilométerrel. Úgyhogy akit ez érdekel, nagyon sok szeretettel várom, tartsatok velem, következő állomásunk Nyíregyháza, ott bemegyünk a boltba. Ki van írva, hogy Vásártér. Ez itt a híres nyíregyházi zsibi, ahol aztán mindent meg lehet kapni, amit gyártanak. Még akkor főiskolára jártam ide, akkor jöttünk ide rendszeresen, de itt aztán karburátortól, féltengelyen, gázolajon, benzinen keresztül mindent lehetett venni. Minden ruhát, műszaki cikket. És akkor most elhagyom nem sokára Nyíregyházát, megyek Rakamaz, illetve Tokaj felé, és ha már végülis ez egy kerékpáros film lesz, itt megy mellettem a kerékpárút, ez teljes mértékben elmegy Rakamazra, illetve Tokajra. Nyírtelken járok éppen, és látjátok a gics parádét, de inkább ezerszer ezt nézzük, mint amit ezután fogok mindjárt mutatni. Mindjárt odaérek. Talán most fog látszani. Ez a Skoda 100-as jobb oldalt, bal oldalt szintén egy retro dolog, de ez már annyira nem
vicces ezek a rakéták. Most nem állok meg elolvasni a feliratot, de tudom, mi van rajta, ezt a 90-es években szerelték le, még akkor aktívak voltak, és ilyen 11 km per szekundumos sebességgel tudnak repülni, szóval azért az elég durva, hogy ilyenekkel tartották egymást sakkban az országok, miközben jobb oldalt újra gólya, törpe és mindenféle ízléstelenséget lehet kapni műanyagból. Ha erre jártok és elhagyjátok nyírtelket, akkor már szinte egyenesen az orrotok előtt lesz a tokai nagykopasz, ami a nagyon-nagyon sok síkság után egyszer csak így felbukkan a semmiből tetején a tévéadóval, és ebbe az időbe most egészen jól látszik innen is akár. De egyébként az a durva, hogy Hajdúböszörmény és Balmazújváros közti országútról is látszik, jobb oldalt pedig már talán annyira nem, de a Zemplén csúcsosodik ki, amit a holnapi teljesítménytúra egy icipicit majd fog érinteni. Megérkeztem Tokajba, itt van mindjárt a Tisza híd. Újítják a hidat, hát vagy 5 percet legalább álltunk itt a sorba. Tokaj hozza a szokásos hétvégi formáját, színültig van. És mutatok nektek egy nagyon jó kajálóhelyet, ha nyitva van. Á, nyitva is lesz itt, ez nagyon jó giroszt, meg ilyen török giroszt, meg halat lehet itt lent kapni. Minden koncert, gyerekek, utcazenefesztivál. Kicsit sokan állnak sorba a fagyizóba, de van valamiféle verseny, úgy látszik. És minden zenekarnál elhangzik legalább egyszer a Párduc oroszlán gorilla makákó. Hát meg akartam itt állni, de most úgy tűnik, hogy ezt kihagyom, mert egyrészt nem nagyon van hely, másrészt meg tényleg besötétedik, mire elérek szerencsre. Viszont lesz egy másik hely, ahol mindenképpen meg fogok állni, ott remélem nem lesznek 6000-en. Egy nagyon-nagyon szép hely és egy ilyen kis intim hely lesz, Tarccal után lesz egy picikét. Hatalmas ellenfényben a tokai nagy kopasz. Kerékpárút át megy Tokajon, és mondanám azt, hogy Tarccalig megy, de ez nem igaz, mert nem megy el Tarccalra. Itt nem sokára véget fog érni. És akkor onnantól kezdve országúton kell menni, és mindjárt ki fog bukkanni itt tőlem jobbra a tokai hegy a szőlőtőkékkel, talán így. És a következő célom, aminél viszont meg fogok állni, pont itt ér véget a kerékpárút, az nem más lesz, elárulom, hogy ne izguljatok itt annyira. Nem az Áldó Krisztus szobor, de most nem fogok fölmenni, viszont a Szent Teréz kápolnába pedig igen. Az, ahogy elhagyjuk Tarccalt, jobb kéz felől kell menni, és az egy Mária Terézia tiszteletére épített kápolna volt, illetve az is, csak ez, ami már most van, ez már egy újjáépített verzió, mert a második világháborúban az oroszok kifosztották, és azon kívül meg még meg is rongálták elég erőteljesen, úgyhogy azóta újjá lett építve, és a teljes pompájába díszeleg az arra látogatóknak. Ott fent látszik az Áldó Krisztus szobor, és ami nem látszik innen lentről, az, hogy itt a dombok mögött van egy bányató, és oda le lehet menni, és egy nagyon szép látvány, hogy ki van ásva, hogy ki van vájva a hegy, és van egy tó benne. És még egy információ, hogy aki nem jár erre, és szeretne följönni a tévétoronyba, és mindezt kerékpárral szeretné tenni, azoknak elsősorban nem Tokaj felől kell elindulni, hanem ideig el kell jönni, és
itt jobb oldalt lesz majd egy út fölfelé, azon kell elindulni, és azon fogsz tudni eljutni, illetve azon fognak tudni a kedves nézők eljutni a Krisztus szoborhoz, illetőleg, ha tovább megyünk, mármint ha jobbra fölmegyünk és megyünk majd tovább, akkor pedig a TV toronyhoz, azért úgy készüljön mindenki, hogy nagyon botrányos az út minősége. Tarcal pedig a nevét nem másról, mint Tarcal vezérről kapta. Tarcal másik nagy látványossága a kastély. Most meg nem mondom nektek nagy hirtelen, annyira akartam mondani, hogy Grassalkovics kastély talán Tarcal túlfelén lesz, az is szintén jobb oldalon. Egy nagyon-nagyon impozáns és nagyon elegáns, illetve exkluzív kastélyról van szó. Most autóval oda nem tudok bemenni, az Elveszett Paradicsom című háromrészes sorozatomban, amelyben bemutatom a Zemplént, ott bementem a kastélykertbe, akit érdekel ez is, szeretné filmen megnézni, az ott megtalálja, és akkor itt ezen az úton kell jobb oldalra elkanyarodni. Íme, ott lesz majd egy zsinagóga, és akkor onnan fogtok tudni tovább menni a TV torony felé. Itt pedig balra lehet Prügy felé menni, ahol van egy tájház, ott élt pár évet nem más, mint maga Móricz Zsigmond. Itt pedig ebbe a buszmegállóba egyszer kaptam egy majdnem úgy visszautasíthatatlan ajánlatot, de azt inkább most hagyjuk. Kastély, bepróbálkozunk. Megyek egy kört, hát ha nem hajítanak ki. Mert csak hogy lássátok már, ha eljövök erre. Hozzá van egy óriási ilyen angol kert, hoppá. Íme. És akkor itt elmegyünk a bejárat előtt és kimegyünk. Illetve nem. Bocsánat, nem baj. Megmutatom így ezt a részét, így látjátok. Most sültem föl, mert körbe kell menni. Vagy nem? De valahogy igen, ugye megkérdezem. Teszek egy kört már, megkérdeztem, hogy nem-e gond, azt mondták nyugodtan. Fantasztikus kertje van, ezekkel óriási tölgyesekkel. Hátul itt van külön borászata, tehát aki kóstolni szeretne, ecélból jön ide, annak ez tökéletes lehetőség. Közben hátul gyönyörű szép panoráma a hegye alja dombvidékkel. Íme, de azt mindjárt fogjuk látni. Megmutatom a kastélyt. Jaj. Íme. A Tátrában vannak ilyen hasonló stílusú épületek. Középen a szökőkúttal, és akkor íme itt a kiárat. Közben azon gondolkodom, lehet, hogy ilyen autós túrákat kéne nekem csinálni, mert kevésbé fárasztó, mint biciklizni. Úgyhogy, és akkor erre van Tarccal, én pedig megyek tovább, nyugati irányba. És akkor tényleg, amit ígértem az előbb, most következik a Szent Teréz kápolna. Nem nagyon adja vissza a kamera, de higgyétek el nekem, hogy ez ilyen 9-10% körül van. Hát inkább akkor úgy mondom, hogy ilyen 7 és maximum 10 van benne, 1-2-10%-os rész. Egészen föl kell jönni a domnak a tetejére, és akkor ott látszik. Voltam már itt többször biciklivel, még amikor a régi ilyen sárgázöld biciklim volt, és feljöttem ide, akkor pont mennyasszonyi fotózás volt, illetve esküvői fotózás, és akkor a fotós elkérte a biciklimet, és akkor azzal fotózta a párt. Mutatok egy fantasztikus kilátást addig.
Megérkeztem a holnap reggeli BRM-nek a kiinduló állomására, ami nem másokkor, mint Szerencs. Át fogok menni a túlfelére, de előtte megnézzük a Rákóczi várat, amíg még be nem sötétedik. Itt csinálok egy pluszkört, megmutatom nektek a Szerencsi cukorgyárat, amit az 1800-as évek végén alapítottak. És akkor ez itt a központ. És akkor itt megyünk tovább a vár felé, így erre. Jaj! Így. Itt lesz egyébként a holnap reggel is tart. Én pedig az interneten kinéztem, hogy hol fogok aludni. Csak azért akartam még világosba megérkezni, mert itt egyetlen táskába begortam mindent, aztán össze kéne pakolázgatni. Azt hiszem erre lesz a vár. Igen. Így. A vár egy hatalmas kerttel van körülvéve, tehát hogy 8-tól 16 óráig látogatható, különbözőféle kiállítások vannak benne, de aki úgy ér ide, hogy már be van zárva, mint például én, az is nagyon jó sétát tud tenni itt a vár melletti kertben. Tehát az emléktábla második Rákóczi Ferenc fejedelem emlékére van a tábla. És a vár is volt a Rákóczi-aké, de egyébként a történelem folyamán még igen sok más nemesi család birtoka is volt. Szerencs más részről pedig arról is nevezetes, hogy 1606-ban volt itt országgyűlés, ahol Bocskait megválasztották fejedelemnek. Miközben bejöttünk a külső várból ide, még nem a belső várba, hanem a kettő közé, itt látható különféle kiállítások. Tényleg egy nagyon hangulatos és egy nagyon jól karbantartott vár. Ahogy látszik is itt a leemelt hídú színpadon, koncertek, fesztiválok vannak. Kicsit úgy az Egrihez tudnám hasonlítani. És akkor most megyünk be a várnak a belső részébe. Ez kinek van meg? Nekem volt ilyen, pont ugyanilyen, meg volt holdjáró. És akkor ez pedig a belső vár. Íme ez a szokásos négyszög alakú, és nagyon jó ilyen lodzsás erkélye van. Plusz van kaloda, hogy aki limit időn kívül teljesíti a BRM mai, meg a holnapi távját, az be lesz zárva ide vagy két napra, és akkor legközelebb jobban fog iparkodni. Itt pedig lehet nagyon jó Insta nyertes fotókat készíteni. Vár egy picit távolabbról, illetve a park része. És ahogy említettem, a film elején szeptember 11-e van, tehát már azért majdnem szeptember közepe, már azért az ősznek a kezenyoma lehulló fa leveleken egészen jól látszik. És bár azt is mondtam, hogy napközben 28-30 fok is van,
azért most már, ahogy kezd közeledni az est, azért érződik, hogy már kezdünk kifutni a nyárból. Kezd egyre jobban lehűlni a levegő, míg ide a templomig ki fogunk gyalogolni. Oda a fagyizóig, és akkor megmutatom a templomot. A vártól egy pár perc sétára van a katolikus templom. Nagyon impozáns épület, nagyon szépen karban van tartva. És szerencs ilyen kétarcú, hogy a déli része a városnak az síkság, és az az északi része, ez pedig már ilyen dimbes, dombosabb emelkedők, és a templommal szembe pedig van a községi fürdő, látszik, hogy 1910-ben építették. És mondjuk azóta is igen jó állapotban van. Olyan szép ez a belváros, hogy Tigris egyenesen megőrült, Macinak pedig kifolyik a szeme tőle. A buldog meg azt se tudja, hogy mit kezdjen magával. A hirtelen hűvösön kívül az ősz másik nagy jele, hogy sokkal hamarabb sötétedik már, mint ahogy jól hozzá lehet szokni a nyáron. Nem sokára 7 óra van, és már lassan szürkül, sajnos. Úgyhogy körbe sétálom itt a várat, aztán megyek, megnézem azt a helyet, amit az interneten kinéztem magamnak. És azért, hogy mennyit változott a világ, most már az ostromágyuk helyett, meg az ostromgépek helyett játszótér van a várfalakon kívül. Nagy szerencsénkre. És akkor íme itt is nagyon jó ilyen kis erkély része van, és akkor innen látszik kívülről. Az is látszik, hogy a különböző korok, különböző építészeti stílusa mennyire másképpen hagyja rajta nyomát. Illetve az is milyen csodálatos, az egyik fa már szinte teljesen elhervadt, a másik meg még éppen most kezd. És itt van ez a hatszögletű bástya, ezt megkerülve vissza is értem az autóhoz. Ilyen puskákkal lőtik az ellenséget. Balassi Bálint a térdébe kapott egy ilyen golyót, és vagy 2 hétig szenvedett. Az elég finom lehetett. Közben itt a testvérvárosok parkja, ugyanis elég sok testvérvárosa van Szerencsnek, és akkor egy ilyen külső szemszögből, itt az ágyú mögött, ott van szembe a Kaloda, aki rossz csont volt, azt oda bezárták 3 napra. Én pedig megmutatom nektek a Zemplén kapuját. Itt van egy ilyen installáció, ilyen visszapillantó kitakarja, meg ki is dugom a kezem. És akkor megnézzük. Ez itt a Zemplén kapuja itt velem szembe. Mert közben láttam lehet egy másik jobb éjszakázó helyet. Csak elengedjük itt a forgalmat. Így. Az Ódi után jó is. Így né. Átmegyünk a Zemplén kapuján, hivatalosan ez itt az, egy szárny, ilyen oltalmazó szárny. Egyenlőre úgy tűnik, hogy megvan a táborhely, ami nem más, mint itt a Tesco-nak a csücske. Íme. Hát az a helyzet, hogy amit kinéztem, ott benzinkút meg Lidl, azok este 9-ig nyitva vannak, és igen, sokan vannak a környéken, úgyhogy most nincs kedvem itt a nyüzsgéshez. Ez még ilyen jó csendes ideáig, úgyhogy remélem, hogy nem is zavarnak el éjszaka, ha meg elzavarnak, akkor meg arrébb gurulok máshol, aztán annyi. És akkor közben ígértem, hogy lesz főzőműsor, és nem más, mint pincepörkölt lesz a vacsora, mert hallatszik is, hogy milyen szépen rotyog. Most az a helyzet, hogy ez még a franciaországi gáz, és hát nem túl sok van már benne, úgyhogy óvatosan fogom használni, mert a reggeli kávéhoz még fog kelleni.
elkészült a vacsora. Hát, mondjuk Pince Pörkölt a neve, de lehetne Ipari Park Pörkölt is. Isteni finom, isteni finom. De soha olyan igazi jó, finom, friss zsemlével. Ez lesz a vacsora, ha meg is eszem. És hát, rohamosan sötétedik, ahogy látjátok. Megnyugrott itt minden mozdulat, én is már itt beültem, a biciklibe belepakoláztam, amit kellett, párnának jó lesz a nagy táska, úgyhogy épp tanulmányozom itt a holnapi itinert, így én azért nagyobb úgy fejből meg szoktam tanulni, aztán valamikor éppen nem sikerül igazán jól. Az úgy néz ki, hogy ez meg lesz, annyira nem bonyolult, tehát ezt a Zemplénnek ezt a nyugati részét, ezt térkép nélkül is tudom. És meg fel is van töltve az útvonal. Most ahhoz képest, amikor én feltöltöttem, egy picit módosult a vége, meg Encsnél épült valamiféle bringa út, ott majd észnél kell lenni. Itt tetebb az van, hogy az ember benézi az irányt, aztán utána kóvályog azzal rengeteg időt veszít. Én a Bükki BRM-nél azért buktam másfél órát, mert eleve fél órát, de lehet egy picit még többet is az eltévedésből, mire visszamentem, az idő elment. Aztán utána a Achilles fájdalmam miatt meg kellett már így gyakran álljak a vége felé. Úgyhogy ez azért volt akkor időveszteség. Azért, hogy izgalmas legyen a dolog a héten, meg a derekam fájt, szóval így hát kezdek megöregedni, ez van, úgyhogy még az is lehet, hogy itt a biciklis túrákból ilyen autós túra lesz majd innentől kezdve, ha már ez nem fog menni, akkor nem erőltetem tovább, hogy majd meglátjuk, még azért jól egy pár évet tekerni. Úgyhogy ezzel telik itt most az este, hoztam könyvet, így íme olvasnivalót, aztán hangos könyvet hoztam. Egyelőre elég jó itt bent az idő, kellemes. Azért 11 fok lesz hajnalra, úgyhogy majd fel kell öltözni. Úgyhogy remélem, hogy nem lesz semmi gond. Úgyhogy a főszerepet átadom most az éjszakának. Az ablakból úgy néz ki, mint valami horrorfilm, itt ez a kukoricatábla. Mellettem még itt valami gáz. Telep, hogy mi a franc van itt a Tesco-nak. És akkor megmutatom elő, akkor már megmutatom, hogy hogy néz ki. Most tudom, bekészítettem az ilyen zsebkendőt, kéztörlőt, meg ilyen tisztasági cuccost, és akkor ide már bringába be van készítve. Ugye a forgalmim, powerbank. A Brightonnak ugyanis ez vagy 8 órát tud menni, ha folyamatosan navigál. Egyébként meg ha nem navigál, akkor 12-t is megy, de azért muszáj lesz, hogy navigáljon. Bekészítettem a nagy reflektort. Ezt még a lengyel túrán használtam, ha jól emlékszem, utoljára, illetve talán még Szlovéniába. De ez bődületesen erős, és ez is powerbankről megy. Úgyhogy itt van a nagy teljesítményű cuccom, adatkábelekkel, mindennel. Itt van a hozzájáruló nyilatkozat. A filmezéssel kapcsolatban akkumulátorok, illetve már most a másodikat használom, amióta eljöttem otthonról. Egy kis csoki. Itt lesz bent a fara. Most nem azt az óriásit hoztam, hanem az kicsit túlzás volt a múltkor. Elhoztam a kisebbet. Hát javítókészlet van benne, meg pumpa, meg abban lesznek a kekszeknek a másik fele, meg két kulacs van fent, és akkor kb. Ennyi, és akkor ott elől van még a reggelihez való zsemle, megvettem egy sajtot, és akkor reggel főzünk kávét, ezt most egyelőre nem sütöm el ezt a poént, úgyis a filmben körülbelül egy perc múlva fogjátok látni. Én mára elköszönök, illetve azt mondom, hogy akkor átadom a szerepet a sötétségnek, és pillanatokon belül kezdődik akkor a 2021-es utolsó ilyen nagy teljesítmény túrája részemről, illetve hát nagyon nagy eséllyel egyben már az utolsó 2021-es film is, de azért még hát, ha nem.
Jó reggelt, sziasztok! A éjszaka elvonult, és amint látszik, világosodik. Egyébként az a helyzet, hogy a kamerában sokkal világosabbnak tűnik, illetve hat, mint amilyen a valóságban, tehát ez egy 20%-kal sötétebb, amit ti láttok. És hát 17:30 van, már el is múlt egy picikével. Nagyon jó éjszaka volt, senki nem zavart. Na, talán így látszik, mert a kamera kitakarja saját magát. Kávéfőzéssel fog indul a nap, és nem is akármivel, biztos sokótoknak mond valamit ez a kávéfőző, de csak a méretét mutatom, hogy ide leteszem, így, és ide mellé teszem a kezem. Na, ilyen, így, aha, így látszik, így. Egy kisebb, mint a tenyerem. Ez egy ilyen egyszemélyes kávéfőző, ez kicsit nem a kotyogós, de ahhoz hasonló. És akkor kávéfőzés reggeli bekészítve. Arrébb fogok gurulni, van ott egy jobb parkoló, nem merem azért itt hagyni az autót, és akkor öltözök és készülődök is. Telelapátoltam kávéval, kicsit ellapogattam, jöhet rá a teteje, és akkor már lehet is főzni. Kész is a finom kávé. Jó kis nosztalgia kifli. Paranyica sajt, plusz jó kis tej, ez lesz a reggeli. És nincs is jobb, mint kávé után egy-egy ilyen finom, friss péksüti 9 fokba. Azért mondjuk jobb így kocsiba aludni, ezerszer elmondom nektek, mint sátorba. Tehát, hogy például ennek a Hondának olyan jó ki lehet hajtogatni a hátulját. Most már annyi eszem volt, hogy a múltkorihoz képest, hogy itt volt a fejem, és ott a lábam, hogy most fordítva aludtam, betettem párnának a ruhákat a fejem alá, és a lábamat meg ide a két ülés közé ki tudtam nyújtani, úgyhogy hát teljesen egyenesen tudtam aludni, mert én így pont hosszában már nem férek el, tehát, hogy csak úgy viszonyításképpen 170 centi magas vagyok, szóval egy ilyen 180-190-es csávónak ez így azért elég esélytelen lesz, vagy hát kicsit kényelmetlen. De egyébként simán ki lehet bírni egy éjszakát. És szerintem ilyen ezerszer biztonságosabb érzés egy ilyen fém házba aludni, mint egy sátorba. Amint látjátok, akkor elindultunk háttérbe a felkelt nap, illetve a Tokaji hegy. És már is beértünk Ondra. Most kivételesen nem én vagyok az utolsó. Úristen, ezt is megértük. De csak azért, mert a többieket elkapta a piros lámpa. Jó hűvös, szeles idő van. 65 km múlva, illetve már csak 60 km múlva következik az első ellenőrző pont, és akkor a fontosabb helyek, ahol keresztül fogunk tekerni. Az elsősorban Tája, aztán Avaújszántó, másik, ezek elég híres történelmi helyek. A Tája az a kurucoknak, illetve a rákócziaknak volt egyfajta fészke a szabadságharcba, és még Vár is állt ott. Sajnálatilag ott van Európa mértani középpontja, de ezen többen is osztoznak ezen az erényen. És ami most feltűnik itt a szemünk előtt, az nem más, mint Zemplén. Ott szembe Tája templomtornya látható, és Zemplént Encs felé fogjuk elhagyni a Hernád völgyére lekanyarodva. Szaki pontja az pedig Aktelek,
illetve annak is a barlangnak a bejárata, az akteleki cseppkő barlang bejárata, az már majdnem a szlovák határ, és akkor onnan fog a kör visszakanyarodni Miskolc felé. Bokrok mögött, mindjárt látszik talán egy picit, az ott nem más, mint Monok, és az azért híres, mert ott született Kossuth Lajos, az 1802-ben talán, és ha minden igaz, akkor nem itt keresztelték meg, hanem Abaújváron, mert hogy ott volt evangélikus templom, csak az aztán később meg leégett, és ezt maga Kossuth írta meg, 1894-ben nem máshol, mint Torinóba. 5 vagy 10 perce. De esélye nincs megelőzni. És már csak 197 kilométer van hátra, és be is érkezem a célba, ha minden igaz. Kijöttünk a Zemplénből, folyó az pedig nem más, mint Hernád. Hát most unöntöttem, hogy maradok a mezőnnyel, egy kicsit meghúzom az elejét, hogy majd a végére legyen már tartalékom lazulni. Hát így azért lényegesen könnyebb, tehát ilyen közel 30-al jövünk, és már 24 kilométer megvan az első órába. Gibárt településen vagyunk éppen. És megyünk föl tovább észak felé. Elszakadtam a mezőnytől, de most nem hátrafele, hanem előrefelé. Jaj! Egy kis emelkedő. Most nem tudom, olyan jó erőbe érzem magam, hogy most nehogy itt ilyen nagyképűnek tartsatok, de hogy muszáj volt végigelőzni a sort, mert saját tempom sokkal jobban esett, mint a lassulás. Úgyhogy... Meg most azért se baj, hogy előre jöttem, mert nem nagyon lesz nyitva semmi, hiszen vasárnap van, és ezekben a pici falvakban ilyenkor a kocsmán kívül azt minden más esélytelen. Aktáken biztos, hogy lesz majd büfé. Mondjuk kaj az van nálam, csak folyadék miatt. Úgyhogy nézegetem itt az ilyen konszolidáltabb kék kutakat, hogy majd valamelyik faluba megállok, és akkor azt az előnyemet azt kihasználom vízszerzésre. Azért úgy már most már végre 15 fok van, hogy meg majd meg is állok kicsit levedleni ilyen nyáriasba. Meg volt a frissítés. Jó napot kívánok! Közben utol is ért, akiket lehagytam, el is mentek, ott mennek, vagy a kanyarba. De legalább van friss vizem. Sokkal van, jó reggelt! Néha-néha kibukkan a fantasztikus kilátás. És azért itt már látszik az ősz. Már a zöldbe igen sok helyen vegyülnek sárga foltok. Tehát ott pedig hátul már Szlovákia. A hatalmas hegyek. 49 kilométert jöttem 2 óra 3 perc alatt, 16 kilométerre van az első ellenőrzőpont. Ezeken a helyeken a kutyák kint tanyáznak, meg a cicák is, de az előző az komolyabb veszélyt jelentenek. Volt itt egy elég jó lejtmenet ilyen úton, és hát két ilyen nagy disznó nagy kutya rám rontott, így végigelőztem az országúti sort, mert ők ezen a lejtőn nem igazán tudnak jönni lefelé, én meg azért nézed csak,
hogy én meg itt azért meg tudom ereszteni, meg behozom a hátrányomat. Úgyhogy mivel én értem be, először engem úgy emberesen megkergettek, de bevallom nektek, úgy a egy-két román túra óta már nincs nálam paprikaspré sem, mert olyan nyugodtan rugom orba, hogy a fal adja neki a másikat. Úgyhogy remélem, hogy senkit nem ijesztett meg annyira, hogy elesett vagy baj lett. Ennek a tájnak megvan az a szépsége, hogy az útminőség az elég gyatra. Ez egy úttest, ez egy főút itt. Úgyhogy, viszont maga a táj ez meg fantasztikus. Kiértem a dombok mögül, mert fel vannak szántva a földek. Gyönyörű ilyen elhagyatott, ilyen késő nyári hangulat, de viszont már ilyen őszi illatok vannak. Tudjátok, a leveleknek van egy jellegzetes illata, plusz ahogy a környékbeli falvakban már tüzelnek, annak van egy szaga, az a kőszén szag. Gyönyörű. Hello! Ez itt nem más, mint Rakaca. Nem sokára jön az ellenőrzőpont és a víztározó. Egy gyönyörű ilyen völgyön jöttem keresztül, ilyen jó krikszkrakszos szerpentines volt, de annyira rossz volt az út, hogy muszáj voltam két kézzel fogni a kormányt. Úgyhogy megkeresem a vegyesboltot, pecsételek és megyek tovább. Meg volt az első pecsételő hely, jöttem és tovább megszabadultam a plusz súlyoktól, úgyhogy elindultam Aktelek meg Jósua fő felé, 40 km múlva fogok odaérni. Rakacai víztározó. Helynek a neve Szín. 89 kilométernél járunk, 10 óra 41 perc van. Ez azért az élbolyban van tempó. Ilyen közel 30-as átlaggal jövünk. Úgyhogy egyből elengedem, szakadok le. Egy csodálatos helynek a neve, ahol vagyok, ez Szín Petri. Hamarosan érek be Jósua főre, és akkor a nap egyik fénypontja következik majd az Akteleki cseppkőbarlang. Elengedtem itt a sort, mert ilyen 30-as átlagot mentek, és most az nekem nagyon sok volt, már itt 178-nál volt a pulzusom már az elmúlt 40 percben, úgyhogy kell egy kicsit szusszanjak a saját tempomba. De egyébként meg baromi jól állok időbe, tehát nagyon, hoppá, fantasztikus. Ezek a tornácok, ezek a faragott tornácok, de zseniális. Gyors technikai szünetre azt nem közvetítettem, mert
nincs 18 karikás lehetőségem a csatornán, meg közben telefonon szerveztem a jövő heti munkákat, és hát ez van, hát sajnos nem lehet minden időt szakítani, de az igazság, hogy olyan rossz, amikor az embernek a szíve több felé is húzza, és az egyik a kerékpár, a másik meg a zene, és van, amikor az egyszer így egyszerre összeér, és ilyenkor valahogy az dönt, miközben Jósva fő utcáját láthatjátok, és fantasztikus, az igazi autentikus a hangulat, hogy szeptember közepe van, majdnem, és nem lesz már több esélyem, illetve biztos lesz egyszer-kétszer, de benne van a rossz idő, meg szóval sok minden közben jön, úgyhogy most ez lett, hogy villámlátogatás a gömörtornai karsztvidék déli részén, és egyébként akkor ez itt Jósva főnek a főter, és igen, jól rendben van rakva. És akkor nekem következik az emelkedő, hirtelen azt se tudom, merre nézzek, és nagyon kegyetlen, hogy az egyik hely az nagyon gyönyörűen meg van csinálva, a másik meg borzasztóan el van hanyagolva. Szóval a lényeg, hogy érkezem nem sokára Aktelekre, és hogy említettem, az már a második ellenőrző pont, miközben elhagyom Jósva főt. És hát Aktelek egy hatalmas barlang rendszeren van rajta, vagy 20 barlang van. Például van ilyen barlang, hogy borzjuk, és például érdekesség, hogy járt itt Csokonai Vitéz Mihály a barátjával, Ragály Gedeonnal és Puki Istvánnal, úgyhogy hát remélem nem csajozni jöttek, mert ilyen névvel szegényeknek túl sok esélyük nincs. Még el nem felejtem. Járt itt Petőfi Sándor is 1845-ben, és képzeljétek el, bele karcolta a nevét a barlangba. Hát most ezt én megtenném, szerintem a rendőrség otthon várna Debrecenbe, de az is lehet, hogy már szerencsen a kocsinál ott állnának este. Méter szintből 692-t tettem meg, úgyhogy lassan-lassan jutok a magasságnál a féltávra, és lassan szintnél is, ugyanis mindjárt átlépem a 100 kilométert, miközben a nap szerintem ilyen csúcsemelkedője elkezdődött, és hát nagyon régen jártam erre, nem is emlékeztem így az útra, de ez most így teljesen jó, nagyon jó. Egy picikét mutatom, így talán látja, hogy milyen jó kis emelkedő lesz most ez. Azt akartam mondani, hogy végre egy rendes visszafordító, ami látszik is. És akkor átléptem a 100 kilométert, 4 óra 5 perc alatt sikerült ezt így kitekerni, és a 6-8%-ban egy picit kienyhült az emelkedő ilyen 3-4-re. Ez ott már Aktelek lesz hátul, Szlovákia hegyei. És nagyon fantasztikus idő van, 25 fok van, és csodálatos az út, itt a kökény meg a áfonya bokrok. Jaj, hirtelen nem jutott eszembe. Következik egy picike gurulás, és hamarosan a második ellenőrzőpont 105 kilométernél. És akkor íme itt szembe a cseppkőbarlang, az Akteleki cseppkőparlang. Fantasztikus, sajnos most oda a tetejére nem fogok felmenni. Bepecsételtem, és akkor irány vissza a főút. De hogy annyira sokan nincsenek, mint amire gondoltam, de azért a lárma az megvan a étteremben. Nagyon lenyűgöző látvány. De menni kell tovább, 12 óra 1 perc van, és akkor 105,5 kilométernél járok.
aksit cseréltem a kamerával, elkezdtem tölteni a Navitbá, mondjuk még volt benne bőven 49, csak hogy az ember, hogy elkezd fáradni, elfelejti aztán, hogy gondok legyenek. Frissítettem ivóvizet, kavartam be izotóniás italt, meg megmosakodtam jó hideg vízbe, ugyanis már 31 fok van, és az órám szerint. Ilyen igazi jó zöld erdő, árnyas hűs fákkal. Nagyon jó ellentétes hőmérsékletek vannak, ez a hűvös, meg ez a perzselő még a tűző napon. A neve az egy szó összetétel, az ag, az az og, az egy személynév, és a telek az meg egy tulajdonnév, és akkor ebből adódik össze az agtelek. És ez, ahol vagyok, ez pedig nem más, mint Trizs. Itt a környéken, most lehet, hogy itt, nem tudom, vagyok benne biztos, van itt egy óriási nagy könyv, de szó szerint kell érteni. De nem biztos, hogy itt van, valahol itt a környéken, most így fejből nem emlékszem már rá. Jól láttátok, bizony az van ki, hogy a ragály, ez a helynek a neve. Hát nem valami bizalomgerjesztő, de biztos, hogy megvan az etimológiai oka, hogy ezt a nevet adták neki. Viszont ami először eszedbe jut róla, ahhoz képest egy nagyon jó, kellemes hangulata van. Legalábbis így végig gurulva, és akkor itt nekem el kell fordulni balra, majd fel a hegyekbe, Imola felé, de nem Olaszországban, nem csak ide a szomszédba. Bekanyarodtam itt egy olyan útra, hogy alig bírtam 25-tel bevenni, és mire nem számítasz a távolsági buszra. Viszont itt, ahogy látszik a sok kacskaringó, az itt is látszik a domboldalt. Úgyhogy következik egy fantasztikus kaptató újra. Viszont legalább, már csak hogy ne kiabáljam el, az útminőség az eddig tökéletes. Élni meg tudni kell. Na, ma még nem mértem 10%-ot, de lehet, hogy most ez így meg lesz. Ahogy így egyre közelebb kerülök így a szerpentinnek a visszafordítójához. Gyönyörű a kilátás, csak mire bekapcsolok a kamera, addigra mindig jön az erdő. Hát felértem a tetejére, és akkor egy icipicit most visszagurulok, és kezdődik a következő. Az imolai templom, gyönyörű. Hát olyan, mint maga az egész falu. Lehet minden filmemben mondom, hogy egyszer egy két hetet legalább, de lehet, hogy hármat szeretnék eltölteni egy ilyen helyen. Mutatok nektek egy nagyon jó emelkedőt, innen jöttem föl. Erre megy le, itt már ez a lejtő, ahol állok. Körülbelül egy ilyen fél méternyi a teteje, és a trekken pedig úgy néz ki, mint egy nagy tüske. Nagyon kemény kánói templom, miközben keresem a Sörpintő nevű helyet, ahol a harmadik pecsétet fogom tudni bepecsételni. Elvileg be van zárva, úgyhogy pecsét helyett csak egy fotó lesz. Talán ez. Ó, bizony. Nem. Hát akteleken megálltam mostani. Aztán ennyi, de... Én többször is megálltam azért, mert nekem a folyadék... Nem baj, hogyha benne leszel? Ja. Nem zavar? A hasamat kitettem. Mondjuk reggel is benne voltál, mert ott meg sokan, de... Hát én így találtam ki, hogy az első század kicsit tempósabban. És akkor most már úgy kényelmesen a végét.
meghajt az is, hogy reggel kelni kell, és még haza kell vezetni, aztán már azért úgy nem esik jól így kocsikázni, már így, amikor az ember visszaesik. Tünk az Edelényi kastélyba. Hanyadik pecsételőhely? Utolsó előtti pecsételőhely. Negyedik. És akkor itt keresünk valami boltot, meg először megkeressük, hogy hol kell bemenni. Gyönyörű, nagyon szép. Itt keresgetjük itt a pecsételőhelyet. És szerintem itt lesz a bejáratánál. Ez pedig a bódva, amit már kétszer elhagytunk, illetve átmentünk rajta. Na talán ez igen itt lesz. És hogyha átbújunk alatta, akkor mi lesz? Itt a nyomukat. Erre mennek a... Itt a kollégával, akivel már együtt jövök Imola utántól. Ment a boltba, kicsit bevásárolunk, feltankolunk, és akkor addig megnézzük a Specialized-nak a graveljét. Ez igen jól néz ki, és lehet, hogy van, akinek ez nem újdonság, nekem igen. Ez egy nem csak lámpa, hanem radar. És akkor jelez hanggal, hogyha jönnek az autók, nagyon komoly. Ugye picit frissítünk. Állítólag nagyon-nagyon az elején vagyunk az egész mezőnynek. 1307 méter szintet jöttünk, és még csak fél három van. Kilométerbe pedig mindjárt mondom. ...153,5-nél tartunk. Azt beszéltük, hogy át kéne alatta gurulni, de nem mertük bevállalni. Itt egy nagy szúnyog. Láttatok már gyerekkoratokban török mézet, meg medve cukrot, na itt lehet kapni a búcsúba. Beértünk Gesztelyre, és ez már szint az utolsó falu lesz Szerencsig. Végén van benne egy ilyen gonosz emelkedő, de súl egy nagyon rossz az út. De már 15 kilométer és beírunk. Tokaj, úgyhogy hát addig már nekünk el se kell menni. Van egy jó kis lejtő még, remélem, tehát van egy jó kis lejtő, ez lefelé jobb, mint fölfelé. Úgyhogy 12 kilométer van még hátra. 200. Elváljál, nem jó. Beértünk, mert elköszöntem mindenkitől, a kettesen a rendőrök kifogták a sort, amivel jöttem, aztán kaptunk egy kis felvezetést, úgyhogy hát 17 óra 35 van már, de már vagy 5 perce becsekkoltam,
Úgyhogy ez most egy jó kör volt, tehát 208,6 eddig, 9 óra 21 perc alatt. És 1500 szint az annyi. És most ez úgy jött ki, hogy nem mondom azt, hogy nem fáj semmim, de egy kicsit se vagyok a halálomon. És nagyon örülök, hogy sikerült így jól, jó időben befutni, amíg haza kell menni, hiszen vasárnap van, és hát hétfőn dolgozni kell menni. Úgyhogy nagyon jó időben, nagyon jó távval zárom itt a szezont. Úgyhogy reméljük, hogy az autó itt lesz a helyén, és hogy egybe is lesz. Igen, kiderül, csak nem látszik. Na, mindig nem látszik. Ah, ott van, jó. Mindig van egy frász benne, hogy mi van, ha nincs. Oké, úgy látszik, hogy megvan. Egybe van a kis sárga. Szuper, szuper. Elbúcsúzunk a szerencsi cukorgyártól, meg a csoki gyártól. Íme. Hát majd jövőre talán. Azért még vannak ilyen sunyi terveim, hogy még az idén eljönnék ősszel, esetleg egy napra. Jó, nem ilyen 200 kilométer, de valamennyit azért tekerni. Mikor már egy picit ilyen színesebb, még ettől sokkal színesebb. Villám gyorsan összepakoltam, elindultam vissza Debrecenbe, úgyhogy a Tokaj-Nyíregyháza és akkor azután Debrecen. Meg úgy döntöttem, hogy mivel ennyire ügyes voltam és ilyen hamar megjártam, amire nem is számítottam, bevallom nektek őszintén, de arra gondoltam, hogy ilyen 7 órára talán beérek. Csak most az volt ugye a taktika, láttátok is, és nagyon keveset is beszéltem a tájról, pedig készültem, higgyétek el, itt olvasgattam este az infókat, de most az első százat azt nagyjából mezőnybe mentem szinte teljesen végig, és az volt a taktika, hogy az első százat egy picit megnyomtam, hát azért nem is picit, mert 25 és feles átlagot tudtam hozni 105 kilométeren, és abban már volt 900 méter szint. Aztán onnan egy picit visszább lassítottam, míg mindenki kajált, én már elindultam, és akkor egyedül mentem egész Imoláig, ott voltak ilyen tüskék, ami azért, hogy igen, meredekek voltak, meg a kánikula már ott a tetőfokán volt. Aztán bevártam a Janit az egyik ellenőrző pontnál, ahol fotózni kellett, aztán ott láttam, hogy nagyon aggódik, hogy nem akar egyedül menni, és akkor együtt jöttünk gyakorlatilag onnan szinte teljesen végig, és hát végig beszélgettük az utat, és most ez így jött ki aztán, de a lényeget az meg tudtam nektek mutatni, és azért így párban haladni vagy mezőnyben teljesen más, mint egyedül. Nagyon sok energiát lehet spórolni. Aztán ugye a végén volt ez a főutas dolog, hogy itt a rendőr kiszedett minket a 37-esen, de aztán ott már egy picit nagyobb tempóba beértünk, úgyhogy irány haza. A filmnak szerintem talán a fele szól magáról, a körülményekről, az idejövetelről itt, hogy hogy tölti az ember itt az éjszakát. És azért is alakult ez így, hiszen akik nem járnak ilyen eseményekre, vagy kíváncsiak, hogy az ember mit csinál, akkor most egy kicsit azoknak kedveztem, meg nagyon sokan jeleztétek, hogy szeretitek ezt az ilyen útszéli gerilla főzőcskét, hát ez most lett benne bőven. Közben kiki bukkan, amit akarok mutatni, aztán lehet, hogy kidugom az ablakon, úgy egyszerűbb lesz. Lehet, hogy picit zajosabb is lesz emiatt, na talán mindjárt, ha véget ér a fa. És amit a kerékpár kapott ez alatt a 209 kilométer alatt, hát azt elmondani nem tudom. Láttátok, hogy milyen utakon jövök keresztül, és borzasztó, tehát nagyon-nagyon rázott, óriási ütéseket kapott, semmi baja nem volt, abszolút semmiféle technikai gond nem volt.
Nekem sincs bajom a szokásos ilyenkor lévő izomlázon kívül. Egy picit a bal achilleszem elkezdett fájni már olyan 140-150 kilométernél, de most ha lett benne volna még 1000 szint, akkor biztos, hogy kikészül, de ennek meg az az oka, hogy ritkán megyek ilyen nagy távokat, és hogy megint ugye egy hete nem ültem gyakorlatilag biciklin, és már ezek az év utolsó ilyen, egy picit ilyen, hát nem biztos, hogy jó szó, hogy pánikszerű kerékpározásai, de talán illik erre az egészre. Ugyanis amit mondtam nektek, hogy nagyon nehéz, hogy az ember több szenvedéllyel bír, akkor muszáj hódolni, és ez a kerékpározás meg azért mindenképpen egy ilyen időjárás függő dolog, nyilván lehet télen, de azért amikor az ősz még így lobog, az az igazi, és ezt semmiképp sem akartam kihagyni. Hogy ezekkel a gondolatokkal és a következő képsorokkal szeretnék tőletek elköszönni. Mindenkinek minden jót, köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok! Na még én azt gondoltam, hogy hamar hazaérek, hát gyerekek, beérsz Tokajba, és ott áll a sor vége. Amikor jöttem idefelé, tudjátok, a hídnál álltam, most ugyanaz a sor kifelé visszarakamaznak, gyakorlatilag a belvárostól teljesen ki a tarccal felülőlig folyamatos sor van. Most besunnyítottam az egyik utcába, és levágtam egy jó pár darab autót, úgyhogy ennyi előnyt tudtam nyerni. Hogy a románok előznek, hogy mennek ketten, és akkor egyszerre előznek, hogy az első nézi, hogy mi újság, és akkor a második az így vakon megy utána. És aztán gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezt így oktatják náluk, hogy kedves polgártársak, amikor előzünk, akkor mindenképpen tartsuk meg egymástól azt a 2, illetve maximum 3 méter távolságot, és lehetőleg az ideális, amikor mindenképp kanyar előtt előzünk, hogy nehogy lássuk, hogy jönnek-e szemből, és kötelező kellék szerintem ott a poroltó helyett a Jézuska ide az ablakba, hogy az majd megment minket a megfelelő pillanatba. Lecserélem a Hondát, csak hát az a baj, hogy most abba a biciklit hogy teszem bele? Meg ha bele is teszem, akkor hol alszok benne, szóval, hogy ez kuka. Meg szerintem nem hiszem, hogy 4,5 literből megjárom itt a 100 kilométert. De egyébként meg úgy nem rossz. Nagyon jó hangja van. Hallatszik rajta, hogy nem egy kettes motor van benne. És azért erre már mind magamtól rájöttem.